Nincs egy éve, hogy az Egyesült Uszeré Plusz élére választották Dacian Csolost, aki a Plusz szárnyat vezette az Egyesülés előtt, és aki az Európai Parlamentri New Europe frakciójának éléről is lemondott, hogy az azóta ellenzékbe szorult pártot vezethesse, ám most távozik az Uszeré éléről. Csolos azért nyújtotta be lemondását, mivel a párt vezetőtestülete 11 támogató és 14 ellenszavazattal elvetette a párt struktúrájának és működésének módosítását célzó tervezetét. Elemzők szerint ez akár a párt szakadásához is vezethet. Csolos közvetlenül híradónk előtt szervezett sajtótájékoztatót döntésével kapcsolatban.